Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök december 9-én hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját láthatják. Tartsanak velünk! Német karácsonyváró szokásokat ismerhettek meg a tataiak. Dzsungel témában alkottak a tehetséges fiatalok. Bábokkal ünnepelték a Mikulást a vaszaris diákok. A télapóval együtt futottak a legkisebbek. Hagyományos német nemzetiségi karácsonyváró játékok elevenedtek meg december 6-án a Nepóban. A régi idők adventi szokásait az alsógallai német nemzetiségi dalkör segítségével egy hangulatos műsoron keresztül ismerhette meg a közönség. A programot követően egy tárlatvezetésen is részt vehettek a megjelentek. Megérkezett az adventi hangulat a Német Nemzetiségi Múzeumba is. December 6-án a hagyományokhoz híven idén is egy Christkindspiel rendezvénynek adott otthont az intézmény. A program során az alsógallai német nemzetiségi dalkör mutatta be a népcsoport téli hagyományait. A Német Nemzetiségi Múzeumban minden évben törekszünk arra, hogy karácsony alkalmával egy ilyen hagyományőrző rendezvényre is sor kerüljön. Évről évre egy Christkindspielt nézünk meg, ami a Magyarországon élő németek karácsonyi játéka volt, és itt szerencsére a megyében nagyon sok településen megmaradt ez a hagyomány. Most az idei évben az alsógallai közösség előadását fogjuk megnézni. Ennek a szokásnak egy olyan hagyománya van, hogy hát karácsonykor az emberek köszöntötték egymást. 24-én este volt, hogy a fiatalok járták a házakat a faluban, és mindenhol előadták ezt a kis történetet Jézus születéséről, és német nyelven, és ez a hagyomány, ez itt most a múzeumban is megelevenedik egy kicsit. Most már 9. éve tudjuk megvalósítani itt a múzeumban, és reméljük, hogy az idei évben is egy új és egy szintén alsógallán megmaradt hagyománnyal találkozhatunk majd. És egy előadás következik arról, hogy tulajdonképpen mi is ez a Christkindspiel, és miért lenne nagyon fontos nekünk, hogy talán mielőbb bekerülhessen a magyarországi németek szellemi kulturális örökségének olyan módon is a gyűjteményébe, hogy a nemzeti örökségünknek is része legyen, hiszen ez itt maradt meg Magyarországon. Akik Németországról ide települtek családok, ők tartották meg ezt a hagyományt. Németországban sem nagyon ismerik, tehát egy annyira különleges dologról van szó. A tatabányai dalkör vegyes érzelmekkel fogadta a felkérést, hiszen kihívás megjeleníteni a német karácsonyi szokásokat úgy, hogy az a fiatalabb generáció figyelmét is megragadja. Hirtelen két gondolat, egyik az, hogy nagyon örültem neki, a másik az, hogy fogjuk megvalósítani, mert hát fiataloknak próbáljuk átadni, ugye, mert ezt igazából nem nekünk időseknek kellene játszani, hanem a 10 éves korosztálynak, és hát ők közül kevesen vannak, akik tudják. De azért örültünk neki, hogy ide kimondottan időseket kértek, akik még a régi hagyomány szerint csinálják. Az a hagyományos alsógallai Betlehem, amit annak idején a fiatalok házról házra járva mentek végig a faluba. Kora délután kezdték már, és örültek, ha éjféli misére odaértek. Szervezzük ezeket a programokat, ugye a Mikulás, a karácsony, a Christkindl játék és az előkészületek, és azért sok olyan program van egy karácsony előtt, ami így ebben az időszakban tartanak meg más falvakban, ahova szívesen hívnak minket, mi is szívesen látjuk vendégül a környékbelieket. Igazából ez minden egy olyan lehetőség, ahol megfogjuk a fiatalokat, hogy továbbadjuk. Nem nekünk kell ezt már megtanulni, inkább az, hogy ez van. A gyerekeket, akiket elviszünk, unokát, azok ebbe a környezetbe nőnek fel, és így ide születnek, itt élnek, és itt jobban természetes nekik, mint hogy egy nagyvárosba elmennek és megnézik évente egyszer. A műsor után a részvevőket egy előadással egybekötött közös gondolkozás várta, amit egy trombita előadás, majd állófogadás követett. Dzsungel inspirálta alkotásokat vártak a Közép-Dunántúli regionális képzőművészeti pályázatra, amely felhívás már több mint 10 éve hagyománya a Talentum iskolában. A beérkezett műveket december 6-án díjazták a Magyari Zoltán Művelődési Központban, ahol január végéig tekinthetőek meg a kreációk.
Több ízben is megjelent a dzsungel tematika, azon a Közép-Dunántúli regionális képzőművészeti pályázaton, amelynek szervezése már több mint egy évtizede a Talentum iskola nevéhez köthető. A tematikát szabadon értelmezhették a művészpalánták, így az alkotási mód is a fiatalok fantáziájára volt bízva. Többek között ez is közreműködött abban, hogy a december 6-ai díjkiosztón igazán sokszínű műalkotásokat pillanthattak meg az érdeklődők a Magyari Zoltán Művelődési Központban. Az idei esztendőben 13. alkalommal rendezzük meg az összművészeti fesztiválunkat, pályázatunkat, tehát nyugodtan lehet mondani, ennek komoly hagyományai vannak az iskolában, és hát nem csak az iskolában, hanem a régióban is. Úgy körülbelül júniusban kitaláljuk, hogy a következő tanévben mi lesz az, amivel egy kicsit a gyerekekkel foglalkozunk. Az idei tanév a dzsungel pályázatról, tehát arról a munkák kialakításáról szól, és hát ennek kapcsán természetesen minden mást is hozzárendelünk, tehát az artistáink ilyen jellegű produkcióval készülnek, és hát az alkotások azok nagyon sokrétűek, tehát térbeli és síkbeli alkotások egyaránt találhatóak, tehát tulajdonképpen valóban így van, összművészeti a történet. És itt a Művelődési Házban a szokásos, hagyományos módon állítjuk ki ezeket az alkotásokat, és január végéig lehet megtekinteni, amikor a gyerekek visszakapják az alkotásaikat, és otthon gyönyörködhetnek benne továbbra. A Vaszari János Általános Iskola báb szakköre a hagyományokhoz híven idén is egy előadással készült az intézmény alsós diákjainak. A Róka, mint Mikulás című darab pedig nagy sikert aratott a diákok körében. A produkciót az iskola csoportja december 9-én a város óvodásainak is bemutatta. Először az alsó tagozatosoknak, később az óvodásoknak mutatták be hagyományos mikulásnapi báb előadásukat a Vaszari János Általános Iskola diákjai. Az intézményben bár szokás szerint az osztályok is ünnepelnek december 6-án, már 8 éve hagyomány, hogy erre a napra előadással készül a báb szakkör. Van egy nagyon aktív kolléganőnk, Szűcs Nikolett, aki már évek óta vezeti ezt a báb szakkört, és ilyenkor az évben kétszer is szerepelnek, az egyik ez a Mikulás napi bábjáték, itt a Róka, mint télapó című előadást adják elő a gyerekeknek, és egy kis ajándékkal várjuk ilyenkor a gyerekeket, megszokták már, készülnek erre a báb előadásra. Fontos, hogy az óvodások is megismerjék iskolánkat, és szeretettel várjuk őket szintén egy báb előadásra, hiszen ők is nagyon élvezik a bábjátékot. Képzeljétek, ő az, aki minden évben erre jár, ha hull a hó, buttonyában mindenféle törnyó. Mit hoz, zöld káposzta levele? Koplaltuk már úgy is eleget. Az izgalmas fordulatokkal teli történettel régóta készültek a gyerekek, a bábszakkör foglalkozásain hétről hétre gyakorolták a darabot. A mai napon Mikulás alkalmából készültünk ennek a hagyományosnak számító Mikulás napi báb előadásunkra. Harmadik, illetve negyedik osztályosok fogják életre kelteni a bábokat, mozgatni. Nagyon nagy örömmel készültek, nagyon-nagyon várták már. A történetünk címe idén a Róka, mint Mikulás, ahol megpróbálja a róka becsapni az erdei kis állatokat, de a végén megérkezik a várva várt vendég. Nagyon-nagyon szeretik, nagyon-nagyon várják. Közösen szoktuk kiválasztani, hogy milyen történetet fogunk előadni. Ők kiválaszthatják, hogy ki felolvasom mindig nekik a mesét, és eldöntik, hogy ki milyen szerepet szeretne vállalni benne. Nagy örömmel készülnek, és alig várják, hogy megmutathassák, hogy mit is tanultak. A Futósport Egyesület és Tataváros önkormányzata ismét lehetőséget biztosított a családoknak a sportolásra. December 8-án Mikulás futáson vehettek részt a gyermekek, majd a program zárásaként minden megjelent egy kört futhatott a Cseketó körül. A különböző távokon pedig maga a télapó is elkísérte a jelentkezőket. A télapóval a mezőny élén kezdődött el a hagyományos Mikulás futás december 8-án. A Cseketó 3 korcsoportra bontott távnak adott helyszínt, ahol a tematikus sporteseményen a gyermekek vehettek részt. A fiatal versenyzőknek érdemes volt a legjobban teljesíteniük, hiszen a leggyorsabb fiúknak és lányoknak a Mikulás adta át a megérdemelt díjakat. Már szerintem több mint 10 éve. Igen, több mint 10 éve rendezzük itt a Mikulás futást. Célunk elsősorban az, hogy ugye a gyerekeknek még
még egy plusz lehetőséget adjunk az ünneplésre, illetve a sportot összekössük az ünnepléssel. Általában a létszámunk az mindig évről évre 5-10 fővel gyarapszik. Most az ilyen napsütéses időben nagyon bízunk abba, hogy megint tudunk gyarapítani létszámot. 4 futam lesz összesen, a legkisebbek kezdenek 10 óra 30-kor, ők az óvodások, ők csak 500 métert futnak, tehát itt a gáton lesz egy fordító rész, úgy jönnek vissza, utána jönnek a 7-8 évesek, 9-10 évesek, ők már 800 méter, ők már ott a kis körön résznél fordulnak vissza, és a végén pedig a nagy örömfutás, tehát mindenki egy teljes csekekört fut. Minden befutó csokit kap, illetve az első 3 helyezett, lányok, fiúk külön futamonként érmet, illetve Mikulás csokit, illetve az egyik szponzorunk felajánlott egy ilyen különleges csokoládét, ami jelenleg itt látható. A nagykör plusz díjazottainak, tehát az első, második, harmadik helyezettnek. A Mikulás futás azonban nem csak a legkisebbeket szólította meg, hiszen a program zárásaként korosztálytól függetlenül mindenki lefuthatta a Cseketó több mint 2 kilométeres távját. De most már negyedik vagy az ötödik éve ő még meg se született, amikor először jöttünk a Mikulás futásra. Legnagyobb volt akkor óvodás. Te még meg se születtél akkor. Azért szeretjük ezt a rendezvényt, mert különböző távok vannak, kis rövid táv is van az ovisoknak, a szülők is futhatnak, kellemes, jó hangulatú verseny, a Mikulás a gyerekeknek külön öröm, a csoki jutalom úgy szintén, úgyhogy nagyon szeretjük ezt. Ma az én kivételemmel mindenki fut. Igen. A két fiú kört is fut, és a 800 méteren is fut, a kört az apukájukkal futják, a kislány pedig az ovis futáson az 500 méteren indul. A Mikulás futást a Futuresen, valamint Tataváros önkormányzata szervezte meg. Tataváros önkormányzati hivatala december 24-e és 27-e között munkaszüneti nap miatt zárva tart. Azonban december 14-én 8 órától egészen délig vehető igénybe az ügyfélfogadás. A hivatal általános ügyfélfogadási rendjéről a www.tata.hu weboldalon tájékozódhatnak. Fogadónapot tart dr. Friedrich Gábor, a Tatai Rendőrfőkapitányság ezredese. December 11-én a kapitányság vezetője 10-től egészen délig várja a hozzáfordulókat, Tatán az Ady Endre utca 27 szám alatt. Folytatódik a Magyar Izoltán Népfőiskolai Társaság egészségügyi képzési sorozata. December 10-én kedden délután 5 órakor Pallos Jánosné tatabányai mesterfodrász tart előadást a haj egészségéről Tatán a Piarista Rendházban. A Tatai Gimnázium öreg diákjainak egyesülete szeretettel meghívja a tataiakat a Varázshegy Emlékek egykori iskolánkról című könyv bemutatójára. A rendezvény december 12-én délután 5 órakor lesz az Eötvös József Gimnáziumban. A programon közreműködik többek között az intézmény kórusa, valamint Petrozsényi Eszter színművész is. Következzenek hétfő esti híreink még egyszer, röviden. Német karácsonyváró szokásokat ismerhettek meg a tataiak. Dzsungel témában alkottak a tehetséges fiatalok. Bábokkal ünnepelték a Mikulást a vaszaris diákok. A télapóval együtt futottak a legkisebbek. Munkatársaim nevében is köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Önök december 9-én hétfő este a Tatai Televízió napi híradóját láthatták. Maradjanak velünk a folytatásban is, hiszen következik Talózó című műsorunk, ahol a múlt hét legfontosabb eseményeit láthatják. A viszontlátásra!